Visszavonta az országgyűlés a munkatörvénykönyvére vonatkozó módosítást, amit egy egyéni képviselő indított el. A tervezet értelmében a jelenlegi maximális 12 hónapról 36 hónapra emelkedett volna a munkaidőkeret. A szakszervezetek ellenezték a javaslatot, köztük a Liga szakszervezetek emeltek szót a módosító tervezet ellen. Jelenleg a hatályos munkatörvénykönyve legfeljebb 52 hét 12 hónapos munkaidő keretet tesz lehetővé kollektív szerződés megállapodása alapján. Ezt hosszabbította volna meg a javaslat legfeljebb 36 hónapos munkaidő keretre. Ez a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy a munkaidő keretre túlvégzett munkák elszámolása csak a 36 hónapos munkaidőkeret lejártát követően történt volna meg a munkavállalókkal. A munkaidőkereten belül pedig a munkaidőbeosztást a munkavállaló kérésére vagy hozzájárulásával is módosíthatta volna a munkáltató. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kiszolgáltatott helyzetet teremtett volna a munkavállalóknak, egy kiszámíthatatlan és nagyon komoly adminisztratív nehézségekkel terhelt rendszert teremtett volna. Hát ez mindenkit hátrányosan érintett volna, ahol ez bevezetésre kerül. Manapság jellemzően Magyarországon 2-3 hónapos munkaidőkeretek alkalmazására kerül sor. Ennek több oka is van. Egyrészt ez az a keret mérték, amit mind a munkavállalók, mind a munkáltatók megfelelő módon tudnak kezelni. A legkevesebb visszaélésre ad lehetőséget. A tervezet előnytelen lett volna a munkavállalók számára. Az úgynevezett egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén, ahol nem az általános munkarend, azaz a hétfőtől péntekig történő munkabeosztás és a két pihenőnap kiadása érvényesül, ott a pihenőnapokat, a pihenőidőt összevontan is ki lehet adni. Ez most is előfordulhat, hogy hosszabb időn keresztül pihenőnap nélkül dolgozik bizonyos területeken, például a többműszakos vagy a folyamatos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló. Ez a kereskedelemre a több műszakos munkarend még jellemző is lehet, a folyamatos munkarend sokkal kevésbé, itt elsősorban nyilván a nagyipari szektorról van szó. A munkaidőre vonatkozó szabályok betartásával, a szabadságok kiadásával és kifizetésével kapcsolatos munkaügyi eljárások száma csökkent az elmúlt években. Kevesebb a foglalkoztatókkal szemben indított feljelentés és munkaügyi per. Egyrészt a jogellenes munkaviszony megszüntetéshez kapcsolódó szankciórendszer sokkal rosszabb a munkavállalók szempontjából, mint a korábbi munkatörvénykönyvi szabályozás alapján. A szabadságok pihenőidő kiadása, a tényleges teljesített munkaidő elszámolása területén pedig rettenetesen nehéz a bizonyítása annak, hogy valójában jogellenesen járt el a munkáltató, hiszen a munkáltató vezeti ezeket a nyilvántartásokat, és hát bizony, amikor a munkavállaló lényegesen többet teljesít, mint ami a tényleges nyilvántartásban megjelenik, azt legfeljebb tanúkkal lehetne bizonyítani, de hát tudjuk, hogy a munkavállalók féltik a munkahelyüket, és kevéssé vállalják be azt, hogy tanúként kiállnak a kollégájuk mellett. Részben folytatjuk itt a stúdióban, hiszen körülbelül harmadával csökkentek országos szinten a munkaügyi perek, és hogy ennek mi áll a hátterében, erről is beszélgetünk dr. Tas Edinával, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökével. Jó estét kívánok! Minek tudható ez be, hogy körülbelül harmadával kevesebb a munkaügyi per, vagy kevesebb dolga van a munkaügyi bíróságoknak? Hát azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a 2012. évi egyes törvény olyan szinten módosította a munkajogi szabályokat, hogy egyszerűen a munkavállalóknak azt látjuk, hogy nem érdeke, nem áll érdekében bírósághoz fordulni egy munkaviszony megszüntetése esetén a perben, ugyanis amit követelhet ilyen esetben a munkáltatótól, tehát az a szankciórendszer, amire korábban is épült a munkatörvénykönyve, olyan szinten változott meg, hogy amit kérhet, a kártérítési igényt nagyon nehéz bizonyítania, és kevés az az összeg, ami ilyen esetben járhat neki. Tehát jobban jár, ha úgymond beletörődve új munkaviszonyt létesít, és megy tovább. Amennyiben új munkaviszonyt létesít a munkavállaló egy munkaviszony megszüntetése esetén, tulajdonképpen nincs is kára, tehát nem tud mit érvényesíteni a korábbi munkáltatójával szemben.
Tehát csak abban az időintervallumban lehet, amíg még nem helyezkedett el egy új munkahelyen. Ameddig mennyi kára keletkezik, igen. Mennyi ideje van egyébként az ilyen munkaügyi perek indítására, vagy mennyi időintervallumban foglalkoznak a jogsértésekkel, szabálysértésekkel? Hát a munkaviszony megszüntetését követően, a munkáltató intézkedés készhezvételét követően 30 napon belül fordulhat a munkavállaló a bírósághoz. Egy-egy jogsértésnek pedig mennyi ideje van az elévülésre, ez is fontos kérdés. Igen, munkaviszony megszüntetéses perekben ez nagyon fontos, hogy csak 30 nap áll rendelkezésre. Abban az esetben, hogyha a munkaviszony fennállása alatt ki nem fizetett munkabérelemek vannak, akár alapbérben, akár pótlékban, akár a szabadsága nem került kifizetésre, kiadásra megfelelően természetben, akkor erre 3 éve van a munkavállalónak, hogy ezt az igényét érvényesítse a munkáltatóval szemben. Egyébként az ügyszám mellett az ügy típusok is változtak a munkaügyi perekben, vagy visszaesett a számuk az ügy típusoknak is? Igen, változnak, ezt mondhatom, évek óta megfigyelhető egyfajta ingadozás abban, hogy milyen típusú, milyen jellegű pereink vannak. Ami állandónak mondható, de én szerintem a megyénk sajátosságaiból adódóan is az, hogy megváltozott munkaképességű személy nagyon sok van a megyében. Korábban is nagyon sok ember volt, akik úgymond le voltak százalékolva, és ezeknek az embereknek 3 évenként van egy kötelező soros felülvizsgálatuk, és amennyiben esetleg visszaminősítik, azért megpróbálják még ezt a bírósági utat igénybe venni, tehát ők évről évre azért folyamatosan jelen vannak a munkaügyi bíróságon. Emellett ugye vannak, említettem már korábban is, munkáltatók, olyan nagy munkáltatók, akiknek esetleg így dömpingszerűen vannak jogellenes intézkedései, tehát több munkavállalót érintően, és akkor ezek úgy egy kicsit ingadoznak mindig az érkezésben, hogyha ilyen sok jön, akkor van úgy bizony, hogy 50-100 ügy is jön egy munkáltatótól. Tavaly évben volt egy 200 ügyes munkáltatónk, ami megint nyilván megnyomta az érkezésünket. Ebben az évben mondhatom, ennyire ilyen nincsen. Név szerint nem is említjük ezeket az ügyeket, hiszen hogyha ilyen nagy létszámú foglalkoztatottat érint, akkor erről úgyis értesülnek a sajtóba, vagy ezek úgyis nyilvánosságot kapnak ezek az ügyek. Az viszont fontos és érdekes ebben a tekintetben, hogy a munkaügyi felügyelőségnek az ellenőrzései, illetve azok a szankciók, bírságok, amiket alkalmaznak, és ez lehet bármilyen területen, tehát a munkavédelmi szabályok betartása, nem betartása, illetve ugyanúgy a kifizetéseket is ellenőrzi a felügyelőség, hathatósabb lehet, és annak is köszönhető az, hogy csökkennek ezek a perek? Mit gondolnak erről? Hát az elmúlt évek alapján azt tapasztaltuk, hogy ezek a ügyek is csökkennek. Tehát valószínűleg, hogy igen, a szabályok betartására a munkáltatók már azért odafigyelnek, és nincsenek valószínűleg így bírságolva. Tehát a felügyelőség részéről nagyon ritkán jönnek már ilyen ügyek. Bírságos ügyünk volt most, halálos munkahelyi baleset miatt került bírságolásra cég, de ezek is azt gondolom annyira kirívó esetek, és tényleg, ahogy látjuk, egyedi esetek, amikor tulajdonképpen azt látjuk, hogy inkább a munkáltató megtesz mindent már a biztonságos munkavégzés szabályainak betartására, de a munkavállaló az, aki még mindig esetleg elköveti azt a hanyagságot, hogy utasítás elvárás ellenére nem veszi fel a védőfelszerelést. Jó, egy másik nagyon fontos terület, amiről még beszélgetünk, és ez azért a munkaidő kerethez, illetve a szabadságoláshoz, munkaidőhöz, pihenőidőhöz kapcsolódik is, és aktuálisá is válik, hiszen ilyenkor azért tavasz végén és nyár elején mindenki kiveszi az őt megillető szabadságot, és hát korábban ezekkel kapcsolatosan is azért voltak perek, voltak jogsértések, és a munkaügyi felügyelőség is tárt fel szabálytalanságokat. Egy nagyon egyértelmű törvény szabályozza ezt tulajdonképpen, hogy hogyan történnek meg a szabadságolások. Hát ezzel kapcsolatosan, amit a felügyelőség ellenőrizni tud, az nyilvánvalóan az, hogy adott tárgyévben a szabadság kiadásra kerül-e, és ez megfelelően nyilván van-e tartva. A munkáltató, ahogy a munkaidő nyilvántartására köteles, úgy a szabadság nyilvántartására is köteles, hiszen a szabadságot ugyanúgy el kell számolni, mint a ledolgozott munkaidőt egy munkavállalónak. Hát azt mindenkinek tudni kell, hogy az alapszabadság az 20 nap egy tárgyévben, és az életkor előre haladtával 25 éves kortól 3 évenként további egy-egy nap illeti meg a munkavállalót. Nyilván pótszabadságokról beszélhetünk még a 16 éven aluli gyerekek esetében, fiatalkorú munkavállalóknál. Ez mondjuk nyilván ritkább. Azt kell tudni, hogy a gyerekekre járó szabadság abban az évben jár utoljára, amikor a 16. életévét betölti, és az az első év, kezdjük azzal, amikor megszületik ez a bizonyos gyermek.
A munkavállaló 7 nappal rendelkezik. 7 nap az a szabadság, amivel ő rendelkezik. Erre azon kell odafigyelni, hogy azt a jellegű igényét, ami neki van ebből a saját jogon rendelkezésből, 15 nappal előtte jeleznie kell a munkáltatónak, hogy szabadságot szeretne igénybe venni. Hát én nem tudom a életben mi a tapasztalat és mi a gyakorlat, de rugalmasak szerintem ebben a munkáltatók, tehát ahol el lehet engedni, és hirtelen adódik olyan családi program, vagy olyan dolog, ami akadályozza a másnapi, vagy a következő napi munkavégzésben, akkor megállapodás alapján nyilván ettől 15 naptól el lehet térni. Ami nagyon fontos szabály még a 14 nap egybefüggő szabadság, tehát amit a munkáltatónak a törvény erejénél fogva biztosítania kell a munkavállalónak egy évben 14 egybefüggő napot, és arra, hogy tárgyévben kiadja a szabadságot mindenképpen. Ami fontos kérdés a munkavállalói oldalról, hogy mi történik azokkal a szabad napokkal, amiket nem használ föl egy éven belül a munkavállaló. Hát amit nem ad ki, hát ez sajnos a munkáltatónak, ez a munkaügyi felügyelőség, ezt megint csak azt gondolom, hogy az ellenőrzése során bírságolhatja emiatt a munkáltatót, tehát innen mondva én azt mondanám, hogy a munkáltatók figyelmét ezért erre felhívnám, hogy ez komoly bírságot vonhat maga után. Arra kell figyelni, hogy kollektív szerződéssel, aki rendelkezik, azoknál a munkáltatóknál lehet arról rendelkezni, hogy március 31-ig ezt a szabadságot kiadják. Sőt, az is engedélyezett a törvény alapján, hogy a munkáltató a munkavállalóval adott tárgyévre kössön írásban megállapodást, hogy a következő év december 31-ig ezt a szabadságot átviheti. Erre az írásbeliséget hangsúlyoznám, mert abban az időben, amikor egy február hónapban a felügyelőség ellenőrizni fogja, hogy az előző évi szabadságok kiadásra kerültek-e, és ha azt fogja látni, hogy bizonyos munkavállalóknál ez nem került kiadásra, akkor fogja kérni azt a megállapodást, hogy van-e ilyen, arra vonatkozom, hogy ezek a szabadságok még ebben az évben kiadhatóak legyenek. Még ezzel kapcsolatban az, ami nagyon fontos, hogy a munkaviszony megszűnéséig a szabadságot pénzben megváltani nem lehet. Tehát csak természetben lehet kiadni. Abban az esetben viszont, ha a munkaviszony megszűnik, akkor a munkáltatónak kötelessége elszámolni a munkavállalóval, kiadni neki az arányos szabadságot a tárgyévre is, és elszámolni a korábbi években ki nem adott bent ragadt szabadságát. Tehát nem csak arra az évre, amikor ez a felmondás megtörténik, hanem hány évre visszamenően. Hát az akármeddig. Tulajdonképpen ez a munkáltató hibája, hiszen a munkáltató adja ki a szabadságot, akkor is, hogyha a munkavállaló kéri, tehát minden esetben a munkáltató adja ki, tehát arról nem beszélhetünk, és ha ezt nagyon leegyszerűsítve, kisarkítva azt mondanám, hogy a munkáltató igen jogtalanul járna el akkor egy munkavállalóval, hogyha nem adja ki neki természetben a szabadságot, és a munkaviszony megszűnésekor széttárja a kezét, hogy ja, hát ez elévült. A kifizetésekkel szokott-e gond lenni, tehát azokkal a szabadságokkal? Ezekkel szokott, tehát ezt azért a munkáltatóktól ilyen nyilatkozatokat hallunk a perekben, hogy hát azt nem vette ki, akkor az bizony szerintük elévült, úgyhogy ezt azért több ítéletben ki kellett már mondani, és az az igazság, hogy olyan munkáltatóknál is, amire azt gondoljuk, hogy állami munkáltatók, állami foglalkoztatók, és mégis ezek a szabályok nem mennek át. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, hogy elmondhattam.